Érdekességképp megmutatnám ezt az újsághírt, ami a mandiner.hu-n található, és az egyik ismerősöm hívta fel rá a figyelmemet. Rengetegszer esett már szó ezekről a dolgokról. Nézzük meg még egyszer. Ugye arról szól, hogy Budapestről is látni lehetett a Tátrát. Cikk tulajdonképpen egy mondat, a szerencsés fotós a hármas határ hegyről le tudta fotózni a felderengő, alacsony és magas Tátrát a horizonton, mint egy 250 km távolságra, átlátva egész Szlovákiát. Ez distancecalculator.net. Itt láthatjuk azt, hogy a hármas határhegy, illetve a Tátra legközelebbi pontja, illetve a szlovákiai része az 194 kilométerre van, úgyhogy nagyjából erre a távolságra helyezkedik el. Azonban a képen egy egész régiót láthatunk, és egyértelmű az, hogy amennyiben nem lennének az úton, illetve a látótérben ezek a hegyek, illetve ezek a domborzati elemek, az egész hegységet láthatnánk. A hármas határ hegy, ez természetesen Budapesten van, és a legmagasabb pontja 495 méter, úgyhogy megadjuk ezt 495 méternek, hogy a fénykép ilyen magasságból készül. Tehát ahol állunk itt, ez 495 méter. A Tátra az valamivel összetettebb történet, ugyanis van szlovák és lengyel része is a Tátrának, azonban egyik sem emelkedik magasabb, mint 2655 méter, és ez a Gerlach-falvi csúcs 2500 méter, több mint 30 csúcsa haladja meg, és 1200 km hosszú maga a hegyvonula. Ugye a kérdés az, hogy ha amennyiben a fényképész, illetve a fotós 250 km-re van a Tátrától, hogyan lehetséges az, hogy az egész hegység látszódna, amennyiben ezek a hegyek nem takarnák el? Hogyan lehetséges az egy gömbön, hogy látszódna a teljes magassága a hegységnek, amennyiben nem takarnák el a domborzati elemek? Természetesen nem lehetséges, amennyiben megnézzük, 495 méter a magassága, 250 km a távolság, és 2283 méter lenne a görbület azon a ponton, ahol a Tátra helyezkedik el 250 km távolságban. Amennyiben 200 kilométerre számolunk, akkor 1140 méter lenne a görbület, tehát a felének takarásban kellene lennie. Azonban az egyértelmű a képből, hogy nem, hogy a fele nincs takarásban, hanem az egész látszódna, amennyiben a domborzati elemek nem takarnák ki. Ez az egyik probléma. A másik probléma az, ami ezen az ábrán nagyszerűen látható, az pedig az, hogy amennyiben mi itt szemléljük, bocsánat, itt szemléljük a helyzetet, akkor a horizont 79 kilométerre lenne, és ez csak a 200 kilométeres távolság esetében érvényes ez a rajz. Tehát a horizont 79 kilométerre lenne, és onnantól kezdve ugye még 120 kilométerre van maga a Tátra. Tetszik vagy sem, egy gömbön a Tátra elfelé kellene, hogy dőljön. És én tudom, hogy ez hihetetlen, és sokan legyintenek, és azt mondják, hogy ez nem számít. Ez sajnos így van. Amennyiben függőlegesen építkezünk, és itt állunk a fa tetején, a Tátra elfelé fog dőlni. És ez tovább nehezíti az észlelését magának a bármi is az, amire fókuszálunk. Hiszen nem csak, hogy a horizont eltakarja, hanem még elfele is dől onnan. És ezt egyszerűen nem lehet csak egy legyintéssel elintézni, és azt mondani, hogy ez nem így van, vagy ez nem számít. Ez nem az, hogy nem így van és nem számít, ez így van és igenis számít. Amennyiben erre nem tud valaki magyarázatot adni, akkor lehet, hogy tovább kellene boncolgatni a kérdéseket, és ráébredne arra,
hogy ő bizony nem egy golyón él, hiszen egy golyón nem lehetne élni. Különösen nem egy olyan golyón, amelyik pörög-forog, repül és száguldozik össze-vissza a semmiben, és hozzátapad közben a víz. Az egyetlen dolog, amiért ezt a legtöbben elhittük, és a legtöbben elhiszik, az az, hogy a programozás elkezdődik a lehető legkorábban. Így mindenki úgy nő fel, hogy természetes számára az, hogy ő egy golyón él, amihez hozzáragadt a víz, és ő semmiből lett, és a majmoktól, és egész egyszerűen semmi értelme semminek, amit csinál. Még egyszer visszatérve erre a rajzra, amennyiben minden függőleges az adott ponthoz mérten, tehát a tátra is, ahol mi vagyunk, az is, akkor előbb-utóbb annak elfelé kellene, hogy dőljön. Bárhonnan is szemlélünk bármit. Tulajdonképpen minden, amit nézünk, az elfelé kellene, hogy dőljön. Még akkor is, ha a horizont után természetesen. Még akkor is, ha egy nagyon minimális mértékben. Azonban 120 kilométeren, ha elforgatjuk ezt a piros nyilat, úgyhogy függőlegesen álljon ehhez a vízszintes vonalhoz képest, akkor látjuk, hogy még úgy is magasabb lenne. Azonban így tovább csökken a láthatósága a szemlélőhöz képest, illetve a szemlélőnek a nézőpontjából. És még egyszer mondom, ez 200 km távolság, azonban az újság 250 km-t ért. 250 km esetében ez ugye tovább romlik ez a helyzet, hiszen nem csak hogy lejjebb kerül maga a célpont, hanem tovább és jobban is dől. Teljesen mindegy, hogy hol van ez a képzeletbeli vonal, ami ugye a Földnek a szintjét jelenteni a hegy lábánál. Az nyilvánvaló, hogy ez a hegy csak egész egyszerűen takarásban van az előtte levő domborzati elemek miatt, egyébként teljes mértékben látható lenne. Ez pedig lehetetlen azon a modellen, amelyen állítólag mi élünk. Amennyiben ez 250 kilométerre van tőlünk, 2200 méter görbületnek kellene lennie, azaz éppen hogy csak ezeknek a csúcsoknak a tetejét lehetne látni, és a legtöbbjének még azt a részét sem. Ennek ellenére még a hegy az előttük levő hegyek fölött is látszanak. Hogyan lehetséges ez a gömbmodellen? Egy módon lehetséges, az pedig az, hogy az emberek elfogadják annak ellenére, hogy a józanésznek teljes mértékben ellentmond. Azért, mert mindenki más így gondolja, legalábbis a legtöbben így gondolják. Azért, mert mindig is így volt, és elfogadtuk, mint egy alapvető igazság. Ezért fogadja el mindenki más. Én teljes mértékben tisztában vagyok vele azzal a ténnyel, hogy sem ez a modell, sem ez a modell nem fedi a valóságot. Azonban az biztos, hogy mi egy lapos és mozdulatlan világban élünk, hiszen mindenféle tapasztalat ezt bizonyítja. Az, hogy ennek az alakja korong, vagy téglalap, vagy négyzet, vagy valóban háromszög, ezt egyelőre nem lehet biztosan tudni, az biztos, hogy ez a modell helytelen. Azonban ez nem jelenti azt, hogy nem egy lapos és mozdulatlan helyen élünk. Hiszen mindenféle tapasztalatunk erre utal. A gömb modell teljes mértékben kudarcot vallott.